Karácsonyi menő van, aki ételt rendel, más otthon főz. Kötelező maszkviselés, Gyöngyösön betartják a szabályokat. Prémium szakkörök, kézműves foglalkozások a Keriben. Jó estét kívánok, december 16-a van, Gyöngyös és a térség legfrissebb híreivel jelentkezünk. Meghosszabbította szerződését a Volánnal a város, várhatóan tavasszal írnak ki pályázatot a helyi autóbuszjáratos közlekedés működtetésére, számolt be róla Hisz György döntés előtt című műsorunkban, amelyben egy jó hírt is bejelentett. Uniós pályázaton nyert nagyobb összeget Gyöngyös, amelynek legfontosabb célja a környezetvédelem. Decemberben újabb döntéseket hoz a polgármester a képviselők javaslatainak figyelembevételével. A várost érintő legfontosabb témákról döntés előtt című műsorunkban beszélt Hisz György. A városvezető elmondta, mivel az iskolák az állam tulajdonát képezik, a felújítási és javítási munkálatok finanszírozásáról a Kliknek kell gondoskodnia. A felsővárosi általános iskola tornaterme beázik, így a testnevelés órák balesetveszélyesek. A város eddig is nyújtott pénzbeli támogatást az oktatási intézményeknek, így most is beszáll a tetőhelyre állításába. A műsorban több önkormányzati ingatlan eladásáról is beszámolt a város első embere. Az ezekből származó összegre, különösen a pandémia és az adómegvonások miatt most még inkább szüksége van a városnak. Hisz György beszélt arról is, hogy az önkormányzat fél évvel meghosszabbította szerződését a Volánnal, így a november közepétől a városban életbe léptetett új menetrend kisebb korrekciókkal marad, viszont tavasszal új pályázatot írnak ki, amellyel modernebb és mindenki számára kielégítőbb autóbuszjáratos közlekedést szeretnének biztosítani. Nem már 26 éves buszok közlekedjenek, hanem korba sokkal olyan euróminősítésű buszmotorok, amelyek a kibocsátása környezetvédelmileg alacsony küszöbű, kisebb buszok, takarékosabb buszok, komfortosabb buszok, stb. Ezt a Volán is tudja, meg tudják magántársak. Kírunk egy nyílt pályázatot, lehet rá jelentkezni. A testület várhatóan dönt az óvodai csoportok számának csökkentéséről is. Mint azt a polgármester elmondta, jelenleg 42 óvodai csoportban zajlik a gyermekek ellátása. A tervek szerint 2021. szeptemberétől 3 óvodában összesen 3 csoporttal lesz kevesebb. Az óvónők számát tekintve ez reális, mondta Hisz György, hiszen annyian vonulnak nyugdíjba, hogy így nem lesz szükség sem újak felvételére, sem pedig elbocsátásokra. A műsorban szó esett a Kolpingház működéséről is. A tervek szerint a jövőben a felsővárosi plébánia átadja az üzemeltetést a Vakbottyán János katolikus szakgimnáziumnak, így fél évre kötnek közművelődési szerződést, utána az érsekség egy nagyobb volumenű felújításba kezd. Hisz György egy új nyertes pályázatról is beszámolt. Mint elmondta, 11 ország 71 pályázata közül Gyöngyös nyert egy nagyobb összeget Brüsszeltől, amelynek legfontosabb célja, hogy zöldítse az ipart. Ez arról szól, hogy Gyöngyösön elindítjuk tervezési szinten az, hogy termálvíz húrás előkészítése, geotermikus erőmű, távhő, strand, gyógyvíz. Tehát az az állam, amit régen, ezt nagyon díjazta az Unió. Veresegyházzal közösen vagyunk ebben a konzorciumban, de a mi pályázatunk csak egy partnert kellett behozni, és köszönjük, hogy partnerek voltak. Úgyhogy a jövő évben a tervezések között ez is ott lesz hangsúlyosan. Hisz György a központi orvosügyelet kapcsán elmondta, jelenleg március végéig biztosan marad a 24 órás ellátás, ha viszont a központi finanszírozás az orvosi béremelés mellett érinteni fogja az ügyeleti finanszírozást, lehetőség nyílhat arra, hogy továbbra is a nap 24 órájában ellássák a betegeket az ügyeleten. Január 11-ig érvényben marad a maszkviselésre vonatkozó szabályozás Gyöngyösön. Ennek értelmében a parkok, zöld területek és erdők kivételével Gyöngyös teljes területén továbbra is kötelező a maszkviselés. A szabály kiterjed a városhoz közigazgatásilag tartozó Farkasmáj, Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestetű épített területeire is. A szabályok betartását a rendőrség és a városrendészeti igazgatóság munkatársai ellenőrzik. Televíziónk utána járt, majd mennyire tartják be az emberek a szabályozást városunkban. A maszkviselést ellenőrzik a főtéren a városrendészeti igazgatóság munkatársai, ugyanis Gyöngyös teljes területén a parkok, zöld területek és erdők kivételével január 11-ig érvényben marad a kötelező maszk használat. Ferenci Dániel, a városrendészeti igazgatóság igazgatója azt mondja, a lakosok betartják a szabályokat. Elsősorban a forgalmasabb gócpontokat szoktuk ugye áttekinteni. A tapasztalatunk az, hogy szinte már minden ember egyébként hordja a maszkot,
annak ellenére is, hogy ugye Gyöngyös specifikus ugye a rendelet, hiszen az ország területein nem minden városban kell egyébként a maszkot kötelezően hordani. Itt ugye kell, viszont azt tapasztaljuk, hogy ha vidékről is jönnek már be más településről érkező lakosok, akkor ők is már tudatában vannak annak, hogy itt ezt a rendeletet alkalmazzuk. Ha valaki nem hordja helyesen a maszkot, vagy egyáltalán nem viseli, először figyelmeztetik a városrendészet járőrei. Bírságot a rendőrség szabhat ki, de amennyiben valaki nem tartja be felszólítás után sem a szabályt, azzal szemben feljelentés alkalmazhat a gyöngyösi városrendészet. A boltok területén belül a kereskedelmi hatóság emberével szoktunk menni ellenőrizni, illetve a rendőrséggel. Nem tapasztaltunk olyat az elmúlt egy hónapban, hogy ne lett volna olyan ember, aki ne hordta volna a maszkot, úgyhogy pozitívak ezzel kapcsolatosan az észrevételeink is. A kijárási korlátozás kapcsán az igazgató hozzátette, az éjszakai ellenőrzések alkalmával találkoznak olyanokkal, akik nem tudják igazolni kintlétüket, így már többször feljelentést kellett alkalmazniuk, vagy rendőri segítséget kérniük. Az ünnepek alatt a háztartások nagy részében inkább otthon főznek, de a két ünnep között sokan rendelnek ételt, derült ki egy friss országos felmérésből. Több helyi étterem is készül karácsonyi és szilveszteri menüvel. A rendeléseket az alapanyagbeszerzés miatt a legtöbb helyen legkésőbb december 21-ig lehet leadni. Sok családnak okoz fejtörést a karácsonyi menü elkészítése. Az éttermek egy része azonban a háziasszonyok mellé áll a karácsonyi rohanásban azzal, hogy ünnepi menüt kínálnak. Lehet előített, kinyitott át, biztek, levesként, vegyes halászli, főítőleg túlószal, lazac, horgányásszalvas pörkölt, harcspaprikás, sörtött káposzta. Éppen a karácsonyi menüfogásait sorolja az egyik gyöngyös étterem szakácsa. Itt már 8 éve kínálnak hagyományos, magyaros ünnepi fogásokat. A kiválasztott és előre megrendelt ételeket december 24-én délelőtre készítik el, és be is csomagolják. Így a megrendelőnek már csak annyi a dolga, hogy a szépen megterített asztalon feltálalja a készfogásokat. Bejönnek a vendégek, és kérnek ilyen karácsonyi étlapot, és azon meg lehet adni, hogy milyen időpontban jönnek, és hogy mennyit, és ez azért is van, hogy tudjuk előre, hogy hány ételt készítsünk, hogy ne legyen fölösleges, ugye, amit megrendünk. Most behalmozunk ugye sokat, és ne legyen az, hogy sokat behalmozunk, ami tudjuk, hogy mennyit rendelhetünk étlapot. Így többnyire csak a mosogatás terhe marad a háziasszonyok vállán. Van, aki azonban nem bízza az éttermekre a fogásokat, hanem otthon készíti el a klasszikus menüsort. Közösen fogunk főzni, úgyhogy valószínűleg nem fogunk rendelni. Mi nem rendelünk még. Még tudunk főzni, meg még a gyerekek jönnek, úgyhogy nem. A legtöbben a hagyományos karácsonyi ételeket fogják az asztalra tenni, de lehet kísérletezni is, újra gondolni a régi klasszikusokat. Aztán lehet olyan töltött káposztát készíteni, ami például haltöltelékkel készül, és nem darált hússal, tehát ugyanúgy készül, csak a darált sertéshús helyett darált halat teszünk bele. Ha valaki vegetáriánus, vagy éppen tényleg olyan érzékenysége van, akkor például egy pirított gombát, ha elkészít, tehát hagymán pirított gombát, az kelkáposzta levélbe beletekeri, és utána azt mondjuk megsüti, vagy kirántja. A legtöbb étterem a két ünnep között és szilveszter napján is nyitva lesz majd. Az biztos, hogy nem fognak az éttermek dolgozói idén sem unatkozni. A legtöbb általunk megkérdezett helyen már most sok előrendelést leadtak, és ez a szám csak tovább nőhet. Bombonkészítés, zöldséggyümölc szobrászat, koktélkészítés. Prémium szakkörök keretében sajátíthatták el a kerisdiákok ezeket a kézműves tevékenységeket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítvány által üzemeltetett iskolákban egy tavaly indított projekt keretében. A záró rendezvényen a tanultakról bemutatót tartottak. Retekből, uborkából, répából, szilvából készült szemedgyönyörködtető kompozíciók, csilis csokis, pisztáciás málnás és kókuszos ízesítésű kézműves bombonok és a világ minden szegletében jól ismert koktélok a záró rendezvényen. A gyöngyösi keris diákok 6 fős prémium szakkörök keretében olyan plusz tudásra tehettek szert, ami az iskola profiljába vág, de nem része a tananyagnak. A Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítvány tavaly indított egy olyan projektet, hogy az összes máltai által fenntartott iskola számára biztosítottunk egy úgynevezett innovációs keretet,
Ennek az a lényege, hogy azt szerettük volna motiválni, ha az iskolák olyan kreatív ötletekkel, programokkal állnak elő, amelyek meghaladják a mindennapos rutint, a mindennapos gyakorlatot, megszokott oktatási formákat, és ezek közé tartoznak az itteni gyöngyösi prémium szakkörök. A diákok 3 hónapon keresztül az iskola oktatóival közösen tanórákon kívül készítették és sajátították el a kreativitást és kézügyességet igénylő és fejlesztő látványosságokat. A zöldséggyümölcs szobrászok 10 héten keresztül faragtak, és ez a kompozíció lett a végeredmény. A fényes, márványos kézműves bombona készítését 8 órás foglalkozások keretében sajátították el. A bartender szakkörön pedig a színes alkoholos és alkoholmentes italok, koktélok készítését tanulhatták meg a diákok, úgy, ahogy a nagy könyvben le van írva. Innováció az mindenféleképpen ötlet, tevékenység gazdag és értékekkel gazdag. Mi a prémium szakkörben pontosan a pedagógiai értéket próbáltuk meglátni, illetve azokat a tanulókat, akik képesek és hajlandóak több időt, energiát rászánni, hogy a szakmájukon túl, amit az iskolában tanulnak, még több ismeretet szerezzenek, amivel egyrészt a munkaerőpiacon talán nagyobb sikerük lesz, illetve hát saját maguk ismereteinek bővítésére is alkalmas. Gál Erika cukrászként végzett, és a jövőben egy kézműves cukrászdában szeretne dolgozni. Ismeretei bővítése érdekében jelentkezett erre a szakkörre, ami beváltotta hozzáfűzött reményeit, mondja. Nagyon előnyben részesítem a szakmát. Ugye az érettség is fontos, de a szakma az még inkább számomra. És ezáltal, hogy én erre a szakkörre járhattam, vagy járok, így bebiztosítottam úgymond magam, hogy ez is így segít, hogy jobb munkát találjak majd a közeljövőben. A projekt zárón a szakkörös diákok elismerő oklevelet vehettek át, és a rendezvény a bemutatót követően kóstolóval zárult. Az országgyűlés elfogadott egy új jogszabályt, amely lehetőséget teremt az ügyfél átvilágítás egyszerűbb, közvetlenebb elvégzésére. A módosítások 2022. január 1-jén lépnek hatályba. Az új szabályozás lehetőséget ad majd arra, hogy a pénzügyi intézmények a fogyasztók főbb azonosító adatait gyorsan, a közhiteles nyilvántartásokból ingyenesen vehessék át az azonosításhoz. 2022. januárjától az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek adatait a bankok személyes ügyintézés nélkül vehetik majd át. A Magyar Nemzeti Bank szerint így még egyszerűbb és gyorsabb lesz a digitális ügyfélazonosítás. Hogy miért is jó ez az ügyfeleknek? Azért, mert így kényelmesen akár az otthonukból személyes megjelenés nélkül tudnak egy számlát például megnyitni, vagy egy számlát megszüntetni. Ugye eddig ezekhez vagy a személyes megjelenés volt szükséges, vagy pedig egy videón keresztüli élő azonosítás, amit már korábban a pénzmosásról szóló törvény is elvárt. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő helyettese azt mondja, a 2022-es szabályozásnak köszönhetően az azonosításhoz már személyre vagy biometrikus útlevélre sem lesz szükség, hanem elég lesz ügyfelkapuval rendelkezni. Ebben az esetben ezek a pénzügyi intézmények, aki rendelkezik az ügyfélkapuval, azoknak az adatait gépi kapcsolat útján, személyes ügyintézés nélkül automatikusan át tudják majd venni. A sikeres azonosítást követően pedig az ügyfélnek az adatait, az aláírását és az arcképmását így ingyenesen elérik. Az új digitális azonosítási lehetőséggel nem csak a bankok élhetnek majd, hanem a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező önkéntes egészség- és nyugdíjpénztárak, pénzügyi befektetési szolgáltatók is. A gyak szakosztályai közül az atléták ezévi utolsó edzésé jártunk, melyet az időjárásnak megfelelően már teremben töltöttek. Szabó Gábor szakágvezető a 2020-as év értékelése kapcsán elmondta, a közegészségügyben történtek sajnos tragikusra festik az évet, de a sportban a Gyöngyösi Klub atlétái mégis jó eredményeket értek el. A körülmények ellenére, amik ugye sokak számára nehézséget jelentettek, akadályt jelentettek, vagy bizonyos dolgok elmaradását jelentették. Mi azért nagyjából meg tudtuk valósítani. Mivel szabadtéren vagyunk általában az edzések, így nem kényszerültünk arra, hogy pihenjünk egy hónapot, két hónapot, vagy bármennyit, tehát ezeket meg tudtuk csinálni.
Hát rögtön az évelején a fedett pályás szezonban a kívánalaknak megfelelően hozta Attila azt az egy aranyérmét, egy ezüstérmét, Bence hozta a bronzérmét, a negyedik helyét, ez nagyon jó volt. Ők voltak erre alkalmasak akkor, hát aztán haladtunk tovább az időben, ugyanúgy sikerült az edzéseket folytatnunk. A versenyek során a főszezonnak számító nyári kihívások alkalmával Makovinyi Attila eredményei ismét kiemelkedtek és sok sikert hoztak. Visszatérve a főszezon, a nyári szezon versenyeire, Attila ott ugyanúgy sikeresen az 1500 méter bajnoki címét azt megvédte, 800-on második lett. Annyit el kell mondanom, hogy mind fedett pályán, mind szabadtéren 800-on taktikai hibákat követtünk el. Magamra is magamra vállalom, mert nehéz meccs egy 800 méter, amikor sokan vannak és helyezkedni, bezárnak, nem tudsz kimenni. Mindegy, nem ragozom túl, két ezüstérem nagyszerű volt. Szabó Gábor edzőnek szerencsére kevesebbet kellett foglalkozni a Covid-járványveszély helyzetével. Fiatal tanítványainak elsősorban csak az edzésekre és a versenyekre kellett koncentrálnia. Szerencsére a felnőttekkel ellentétben a gyermek véletlen egész más. Nem tudja annyira magáévá tenni az éppen pillanatnyilag zajló negatív vagy pozitív esemény. Ők a pillanatnak élnek, tehát az edzés pillanatának. Tehát itt nem volt domináns az, mint felnőtt társaságokban, hogy erről esik szó állandóan. Azt kell mondjam, szinte egy edzés sem maradt el, szóval nem csak, hogy alig. Tehát meg volt a dolog, jó sikerült a dolog, a gyerekeknél komolyabb betegség nem volt. Az ősz folyamán egy-egy megfázásos 4-5 nap, ahogy szokásos. Azt nem tudom, hogy ennek a háttere az volt-e, az a bűvös, vagy nem, de meggyógyultak, jöttek, és megy tovább a dolog. A Gyöngyösi Atlétikai Klubban az elmúlt években fokozatosan fejlődött az atlétika, és egyre jobb eredményeket szállítottak a tehetséges fiatalok. A gyöngyösi atléták között akad olyan is, aki a 2021-es évre komoly célként a nemzetközi megméretést tűzte ki magának. Az egészségügyi dolgozók mellett mától a védekezésben résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket. A kormány az ingyenes utazási lehetőség biztosításával a vírussal szembeni eredményes küzdelmet támogatja. Az ingyenes utazáshoz munkáltatói igazolás szükséges arról, hogy a személy a veszélyhelyzettel összefüggő, vagy a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat lát el. A jövőben akár karitatív intézmények és nem csak egyének részesülhetnek adományként az elkobzott tárgyakból. Az erről szóló törvénymódosítást egyhangulag fogadta el az országgyűlés. A jövőben így akár egy karitatív konyha is megkaphatja például egy húsfeldolgozó üzem lefoglalt gépét, vagy a szervezetekhez juthatnak azok, az autók, amelyeket bűncselekmény elkövetésére használtak. Az aktuális végén főbb híreink még egyszer röviden. Karácsonyi menü van, aki ételt rendel, más otthon főz. Kötelező maszkviselés, gyöngyösen betartják a szabályokat. Prémium szakkörök, kézműves foglalkozások a Keriben. Köszönjük szépen a figyelmet, teljen kellemesen az estéjük, és vigyázzanak magukra, viszontlátásra!